A hideg észak népei már a legrégibb időktől az európai történetírás és népismeret kedvelt tárgyai voltak. A távoli világ végén lakó népek különös szokásainak, öltözetének, életmódjának és vallási hiedelmeinek leírásai adnak hírt a sámánokról, varázsló gyógyítóként emlegetve őket. Johannes Schefferusnak először 1674-ben kiadott könyvében találunk képeket a lappok, vagy ahogy ők magukat nevezik, a számi nép sámánjairól és dobjaikról, a dobokon lévő rajzokról, áldozati és gyógyító szertartásaikról. A 18. század végétől kezdve egyre gyakrabban jelentek meg olyan útleírások, melyekben a néprajzilag is értékes tudósításokat képek, valósághű rajzok illusztrálták. Ez az időszak az etnográfia, a néprajz tudomány születésének ideje. Egy 18. századi orosz utazó, Gmelin szibériai útja során többször látott sámánokat. Az ő elbeszélései az első sámán szertartás leírások. Azt mondják, hogy mindegyik sámánnak megvan a saját ördöge. Este volt, amikor a mi varázslónk boszorkányozását megkezdte. Szaladgált ide-oda, és a ruháján lévő vascsengőkkel pokoli zajt csinált. Az utazó leírta, hogy a sámán, vagy a sámánnő a mesztelen testére vette fel a bőrből készült köpenyét. Az egyik vállain cakkos vasszarvak voltak, de volt olyan, akinek a ruháján nagy kerek résztükrök lógtak. Egy másik sámán nyilat hozott magával, melyről azt állította, hogy a testén szokta keresztül húzni. A múlt századi metszetek és rajzok után századunkban a fotókon örökítették meg a sámánokat. Ezek a képek ma már felbecsülhetetlen értékű dokumentumok, hiszen hiteles képet adnak a század első évtizedeinek sámánjairól. A képek többsége a nép között élő, egyszerű ruházatú gyógyítót örökíti meg, mert hiszen a gyógyítás volt az eurázsiai sámán egyik legfontosabb feladata, akit csak különleges tudása, elhivatottságának tudata és a szertartások ismerete emel a többiek fölé. Így például a révülés képessége. Svéd utazó Granő az Altály-hegység török népei között járva megörökítette egy sámán révülését, énekét és dobolását, melyet a kám, ahogy ott a sámánokat nevezik, feltehetően a fényképezés kedvéért rögtönzött. Eurázsiában a révülést, hallucinációt okozó gomba, a légyölő galóca fogyasztásával idézték elő. Ezt ábrázolja egy a 18. századi lappok életéről készült egykorú festmény. A révületben a sámán lelke felszállt a felső világba, az égistenhez. Ezt a képzelt révülő-repülő utazást lerajzolta egy evenki sámán is. Vagy az alvilágba ereszkedett. A sámán egyik feladata a más világok felkeresése.
égi utazást a sámán fa megmászása jelképezte. Az égig érő fa motívuma a magyar népmeségben innen ered. A soron következő jakut rajzok a sámán feladatait ábrázolják. Mint általában Szibériában, a jakut sámánnak a gyógyítás mellett a naptár gondozása, az időjárás, jóslás és mindenféle jövendőlés, az állatáldozat bemutatása, a szertartás levezetése volt a feladata. Ilyen altáji török luáldozatot ábrázol Stankevics 1889-ben készült festménye, melyet a Helsinki Nemzeti Múzeum archívumában őriznek. Külön figyelmet érdemel a képen az őrhalmi palóc menyecskék fejrevalóját idéző szagály női fejviselet. A luáldozat Eurázsiában általános szokás volt. Lényege, a legfőbb lénynek, az égi istenségnek felajánlott áldozat. Az áldozati állat bőrének póznára tűzése a megölt állat újjászületésébe vetett animisztikus hitjele. A sámán feladatai közé tartozott, hogy a lelkeket, köztük az áldozati állat lelkét, a túlvilágra, az ég urához, Báj Ülgönhöz vezesse. Ilyenkor a sámán lélekben, a megölt állat lelkén lovagolva járult Isten elé. 1914-ben az altáji török szagály származású kutató Majnagasev fényképezőgéppel és fonográffal a saját népe körében végzett gyűjtést. Fotósorozaton örökített meg egy sámán vezette áldozati szertartást és egy esti sámánizálást a jurtában. Mivel a fonográf felvételek és fotók készítésének helyszíne és ideje a leltárkönyvek szerint azonos, arra következtetünk, hogy a képeken látható sámán énekét őrizték meg a Leningrádban őrzött viaszhengerek. E felvételeket Diószegi Vilmos 1958-ban másolta át magnetofon szallagra. Most ezt hallhatjuk. Szerepét, háziasítását megelőzően a rénszarvas töltötte be. A magas észak lakói ma is rénszarvas tenyésztők. E felvételen rén áldozatot láthatunk. A képek Novik és Slapinc Álomlátás ideje című filmjéből valók. Első, még néma filmfelvétel, mely sámánokat örökített meg,
a 20-as évekből való. Az Amur mentén élő Udehe népkörében forgatta Litvinov orosz filmrendező. Az Erdei emberek című korai néprajzi film kitűnő felvételei a különböző rangú sámánok jellegzetes mozgását, tánclépéseit, a dobolás technikáját, a sámán segítőjének szerepét, a sámán szent fáját örökítette meg. Öltözet aszerint változik, és ez a díszítményekből látszik, hogy a sámán mely népfia, mi a rangja, és milyen segítő szelleme van. Így például megkülönböztetünk madártollas, medveszőrmés és szarvas agancsos fejdíszt, illetve ruházatot. Az öltözet mindig egy állatot is jelképez. Fejdísz korona homlokpántját rendszerint stilizált emberi arc díszíti. Egységben az öltözet más darabjain látható, megfelelő testrészek jelzéseivel. Feltehetően az öltözetben megtestesülő segítő szellemet formázzák ezek, akivel az azt felöltő sámán azonosul. Az amerikai indiánokéra emlékeztető fejdísz tollaihoz, a madárszellem a felső világ lakója, a nap és a többi égitest sugárkoszorújának képe társul. Az agancsos fejdíszeken az agancs, a szarvas szellem az alsó világ lakója, az égbe vezető sámánfa párhuzamaként jelenik meg, mint ezen a koreai koronán is például. Adatok és tárgyak tanúsága szerint a pogány magyar hiedelemvilág sámánja a tátos is viselt tollat, szárnyat, illetve szarvakat. A sámán koronákon mindaz megtalálható, ami a régi európai koronákat is jellemzi. Keresztpántok, jelképes dísz a fejtetőn, a keresztpántok találkozásában, párta az abroncs homlok részén, csüngők. Néhány törzsnél a sámán a segítő szellem vonásait jelző állarc mögé búvik réhülése közben, feltehetően azért, hogy kizárja a külvilágot, és az extázis elérésében ne zavarja. 1975-ben a messzi északon fekvő Tajmir félszigeten élő Nganasanok között készített filmet az észt rendezőíró Lennart Mary. Ebből látunk most egy rövid részletet. Ha a sámán köpenynek madarat kellett ábrázolnia, madárszárnyat vartak a hátára, a karja alá szalagokat vartak, és ezzel jelképezték a sámán repülni tudását. A
csengő és a csörgő fémlapok a gonosz szellemek elijesztésére szolgáltak, de egyben a segítő jó szellemek megidézését is elősegítették. A ruha hátsó részére vart szalagokat olykor faroknak nevezték. Ez is utal arra, hogy az azt felöltő sámán lélekben segítő szellem állatősével azonosult. Ezek a tárgyak a Budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében találhatók. Néhány korábbi darabtól eltekintve zömmel Diószegi Vilmos 1960-as mongóliai gyűjtéséből valók, amikor a korán elhunyt sámán kutató a dárhatok között járt. Egyes sámán ruhák páncélozottak voltak, mint egy utalva a sámán küzdelem hagyományára, a sámán emberfeletti tennivalóira. A magyar népmesék sámán táltos hőse is az égig érő fán felmászva hét vas papucsot nyű el. Másfelől a páncél csontvászszerű felépítése azt mutatja, ami a sámánok megkülönböztető jele, hogy az igazi sámán felesleges csonttal, esetleg egyel több ujjal rendelkezik, mint ez a fennmaradt sámán vaskesztyű rajzán is látszik. A mongol és mandzsu sámánok ruháit nagyméretű fémtükrök díszítik. Ezeknek a csillogó tárgyaknak az a szerepe, hogy visszaverjék az ártó szellemeket. A sámán arra is használja ezeket, hogy előre meglássa a távoli, a más vagy túlvilág eseményeit. A sámánok egyik rangjelzője a sámánbot volt, de nem csupán az. Olykor, mintha mankó lenne, párosával támasznak használta. Különösen a burjátok körében volt pontosan kidolgozott hierarchia a botok anyagát, nagyságát és díszítését illetően. A lófejű, vasból készült bot adja a legnagyobb erőt gazdájának. A lófejét arra utal, hogy ez volt a sámán jelképes lova. Ugyanez áll a sámán dobra, amit a sámán lovának, északon rénszarvasának tartottak. Farésze a sámán szent fájából, a bőre a szent fánál feláldozott ló vagy szarvas bőréből készült. Amikor a sámán révületben a túlvilágra utazott, dobtáltosán repült. A dobot használat előtt, amikor a sámán útra készül, parázs fölé tartja, azaz táltosát, mint tündérmeséink hőse is, parázssal eteti, hogy a megereszkedett bőr kifeszüljön. Ezt dobfelélesztésnek nevezik. A dobok peremén látható dudorokat a sámán olykor hátasa púpjainak nevezi. A dobolás a ló patadobogását idézi. Mielőtt a dob használata elterjedt volna, a sámán íjjal, nyillal sámánizált. Kilőtt nyilán repült képzeletben. Hangszerként az íhúrt pengette. Az altái dob vász szerkezete, az azt tükröző dobrajzolat és bizonyos részeinek neve erre az időre emlékeztet. A dob mellett a varázsi használata a közelmúltig tovább élt, mint ezt az íjjal jósló cselkan sámánról készült felvétel is tanúsítja. Minden törzs sámánjának jellegzetesen más és más dobja van. A dob alakjából következtetni lehet tulajdonosának kilétére. A dobon látható rajzolat is jellemző. Alkalmi célokat szolgáló jelek is láthatók rajtuk, de a jelkészlet zöme változatlanul hagyományozódik dobról dobra, sámán nemzedékről sámán nemzedékre.
színes felvételeken látható dobok a Budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményéből valók. Ez a térkép a mai Szovjetunió területén fellelhető, jellegzetesebb dobfajták előfordulási helyét mutatja. Ahogy a sámán öltözete, úgy a dobja is minden részletében jelképes értelmet hordozott. Naptárként és iránytűként is szolgált, de elsősorban a világ, az égbolt képmása, modellje volt. A dobok egyik alaptípusa a ránk boruló északi égboltot ábrázolja. Egyes dobok az égisten napos, holdas szemű arcát formázzák. Az e típustól eltérő altáji dobokon is sokszor megjelenik az eget megszemélyesítő legfőbb lény képmása, s ő ölt testet a dob fogantyújában is. A révületében az istennel, vagy ahogy ő nevezi, gazda szellemével társalgó sámán a valóságban a dobnyélen kiképzett archoz beszél. Az égarc dobok hosszanti tengelye, az égarc orvonala az eget ketté osztó tejútnak felel meg. A dobok peremdísze az ég peremét, a látóhatárt, illetve a középső világot ábrázolja. Azt a sávot az égen, ahol a nap, a hold és a bolygók járnak. Lenn és fenn a dobokon olykor megszakad a peremdísz. Ezek a világok közötti átjárók helyei. Az égen ezek az északi és a déli iránynak, a tejút és az állatöv kereszteződéseinek felelnek meg, ahová a téli és a nyári napforduló helyei esnek. Sok dobon négy átkelő hely, kapu látszik. Ezek is az évszakhatárokat és égtájakat jelzik. A dobok közepe, köldöke az ég köldökének felel meg, azaz a sarkcsillag helyének, ami körül az ég többi csillaga csillagképe kering. Ezek a dobokon is láthatók, noha nem mindegyiket sikerült azonosítani. Jellemző módon ez az égboltról készített csukcsi rajz épp olyannak mutatja az eget, amilyennek a sámán dobokon is látszik. Az altáj és labdobok egy csoportja a világot oldalnézetben ábrázolja. A felső, középső és alsó világ, azaz az északi és a déli égbolt egyidejűleg látszik rajtuk. Középen a bolygók járta állatövi sávval. Olykor, mint ezen a labdobon is, a világok közötti átjárókat is ábrázolták. A dobok fogantyúja is hangsúlyozhatja ezt a szemléletet, amennyiben felül a felső ég, alul az alsó ég istenének arcmását hordozhatja. Ezeken a dobokon a peremdísz értelemszerűen a világot kerítő tejutat jelképezi. A képmezőn az égitestek mellett látható alakok épp úgy csillagképek, mint a másik dobtípus esetében. A magyar néphitben a pogány táltos dobjának szerepét a bőrrosta és a szita vette át. Ezek lyuk mintája a sámán dobokéhoz hasonlóan négy osztatú. A szitát a magyarok dobnak is nevezték. Együtt szerepelnek az ismert dalocskában is. A szitát a tudós ember vagy asszony ugyanolyan célra használta, mint sámán erődje a dobot, például jóslásra. Jósoltak babbal. Ezt hívták babvetésnek. És szitaforgatással. A szita mutatta meg például a tudós embernek, asszonynak, merre keresse az elveszett vagy ellopott jószágot. A szita legfontosabb szerepe azonban a gyógyítás volt. Néhány évvel ezelőtt Neményi Ferenc a Tibettel határos Ladakhban egy sámán gyógyítóról készített filmet. A lámaista buddhizmus szorításában a népi gyakorlat tartotta fenn a sámánizmust. A transz technikát alkalmazó lapa, ez a sámán ottani neve, kiszívja a bajt a beteg testéből. Thank you.
A sámán talán legfontosabb ősi feladata a gyógyítás volt. Ezt láthatjuk egy 1982-ben készített filmanyagon, amit a Jeniszej mellékén élő jakutok körében vettek fel. A sámán énekével segítségül hívja az alsó és a felső világ szellemeit. Keresi a betegség okozó szellemeket, révületben megküzd velük, végül a betegség szellemét elűzi. Eredeti hangfelvétel kíséri ezt az egyedülálló filmdokumentumot, ami valamit érzékeltet a szibériai sámánizmus gazdag jelenségvilágából. Az ősi
Egykor több világrészre kiterjedő sámánizmus a közhittel ellentétben nem vallás, hanem világszemlélet, amely elrendezi az ember és a világ viszonyát az emberben. A sámán pedig közvetítő, aki arra törekedett, hogy egyensúlyt teremtsen a közösségben és lelkileg az egyénben, megteremtse az ember és a környezet egyensúlyát. Közvetített az emberek és szellemek, a föld és ég, az élők és holtak, az egészség és betegség, illetve, mint a hagyományok őre, a múlt és a jelen között. Are you calm down?